ha az utcán megismernek, akkor, vagy akár az egyetem folyosóján, akkor a politikust ismerik meg, a tanárt, vagy az írónőt? Hát látod, ez úgy van, hogy amióta politikus lettem, azóta vagyok ismert. Tehát azóta történik Igen? meg. Persze. Azóta történik meg az, hogyha bemegyek egy üzletbe, akkor ott fölismernek, és vagy kedvesek velem, vagy nagyon elutasítóak, akkor azt mindig tudom, hogy ez a politikusnak szól. Melyik a több? Hát nézd, nem, olyan nem helyen mozgok, de mivel én megválasztom a körzeteimet, tehát olyan helyekre megyek, olyan virágüzletbe, olyan könyvesboltba, ahova szeretek járni, ezért egy kicsit én is irányítom azt, hogy hát olyan helyre megyek, ahol szeretnek, mondjuk ahol szitja, nem tudom, könyvesboltba nem megyek be. Azt nem gondolom, hogy nekem feltétlenül olyan helyre kell mennem, ahol várható az, hogy engem nem kedvelnek. Úgyhogy így inkább, hál' Istennek, több a jó élményem. Most, hogy már nem vagy Európa Parlamenti képviselő, akkor várhatunk sűrűbben könyveket? Nézd, elég sokat írtam, de most megint egy picit azóta is. Írtam novellákat, például ez egy új élmény volt a saját magam számára, hogy novellákat kezdtem el írni. Színdarabot ki ne hagyjuk. Színdarabot, de hogy hagyjuk ki. Nincs benne valami szerep nekem? Írtam. Akarnál valami egy szerepet? Hát nem, csak hogyha gondolod, nagyon megkérsz, írjál nekem valami kopaszt, amit. Ha gondolod, szívesen írok neked. Szóval nagyon izgat engem az útkeresés. Tehát én egy örök újrakezdő vagyok, ezt mindig elmondom, mert úgy gondolom, hogy az ember akárhány év mindig kezdhet újra bármit az életével, és miután írtam 4 regényt egymás után, tehát 4 év alatt 4 regényt, előtte egy esszékötetet, tehát 5 év alatt 5 könyvet, most úgy hirtelen azt éreztem, hogy most egy picit megpróbálnék egy új műfajt. Ez volt a novella, amik meg is jelentek ezek a novellám, és nagyon szeretem őket. És most a novelláimat színpadra visszük, és ősztől két helyen is lesznek, remélhetőleg Budapesten, aminek én megint csak nagyon örülök, az egyik zenés kísérettel, a másik csak egy ilyen pódium estként. Imádom a színházat, hát ezt te tudod, mert Persze. a Vörös Szőnyegről, amikor beszélgettünk, akkor igen. kiderült, hogy én egész életemben arról álmodoztam, már gyerekként ott ugráltam a folyosón, a Vörös Szőnyegen, és ott játszottunk a bérház udvarán a gyerekekkel színházasdit. Tehát én a színházba szerelmes vagyok, és most nem is olyan könnyű azt eldönteni, hogy egy picit szeretnék bevonódni magába a színházi életbe. Tehát szeretném, hogyha a darabjaim mennének, szeretnék megtanulni színdarabot írni, ami egy nagyon másik technika, most már tudom. Ugye ebbe is úgy belevágtam, mert én szeretek belevágni dolgokba. Belevágtam, azóta beszéltem rendezőkkel, megnézték, amit írtam, és elmondtak néhány dolgot, hogy mit kéne rajta változtatni, mert hát még ezeket a technikákat nem ismerem. De hát nagyon szeretek tanulni. Azt is nyilatkoztad valahol, hogy aki ír, annak őszintének kell lennie. Az bizony. De lehet ezt megtartani? Hát muszáj. Hát nézd, nem csak rólad beszélek, most nem, a díjról. Nem, muszáj. Hát nézd, de az ne írjon, aki nem őszinte. Aki nem meri vállalni az őszinteséget, és nem mer magába is mélyen lemenni, annak nem szabad írnia, mert és nem is lesz sikeres. Tehát én meggyőződésem az, hogy az a könyv, amelyik nem nagyon mélyen őszinte, az nem sikeres. Tehát az én könyveimről mindig azt hiszik, hogy rólam szólnak, mert én ezt tulajdonképpen dicséretnek veszem, mert ez azt jelenti, hogy a jelenetek hitelesek. Igen. Tehát én olyan erővel tudok ott megjeleníteni egy szituációt, hogy azt hihetik, hogy ez velem történt meg, mert egy átlag olvasó azt gondolja, hogy akkor ilyen egy jelenet, hogyha valaki a saját tapasztalatát egy az egybe földolgozza. Ez nem így van. Tehát egy író soha nem egy az egybe dolgozza fel azt, amit ő átélt, hanem átformálja fikcióvá, ez természetes. De annak olyan erősnek kell lennie, olyan hitelesnek, hogy mindenkinek azt kell hinnie, hogy na hát ez tuti, hogy vele történt meg. Ezért engem nagyon sokan támadtak azzal, hogy hát hogy merem én megírni azt, hogy velem ezek a dolgok történtek, de hát nem erről van szó. Persze. Abszolút nem erről van szó. Se egyetlen író se egy az egybe írja meg, az nem irodalom. Aki azt írja, az inkább szociográfiát ír. Az író éppen attól író, hogy képes egy ismert, hallott történetet képes átformálni egy új történetté. Attól lesz valaki író, hogy fikciót tud írni. A hírnév tele van szenvedéllyel. Ezt lehetett hozni a
politikai életből. Hát a szenvedélyt azt én gondolom így születtem. Igen, igen. Gondolom ez alkati kérdés. Nem, hát a politikának ehhez semmi köze nincsen. Nem, a Vörös Szőnyekben volt politikus főszereplőm, ott igen. Nagyon negatív figurának írtam meg szándékosan, és azóta is biztatnak engem arra, hogy írjak politikusokról, de nincs kedvem igazából politikusokról írni, tehát nem azért nem írok, mert félek, vagy nem akarnék megírni valamit, egyszerűen nincs kedvem. Szóval azt gondolom, hogy politikusok nem olyan érdekesek, nem olyan nyíltak, nem olyan szépek, már a jellemükre gondolok, hogy írjak róluk. Úgyhogy igazából nincs ahhoz kedvem. Húsvér emberekről szeretek írni. Mindig sok érzelem van minden könyvemben. Szerelem, árulás, barátság, szövetség, anyalánya kapcsolat. Tehát ezeket a hétköznapi emberi kapcsolatokat szeretem megírni. Te mondtad, hogy a nő... nem nőnek születik, hanem azzá válik? Így van, igen. Éppen ma is ezt tanítottam. Ez is egy Simone de Beauvoir mondat, nem én mondtam. Nálam sokkal okosabb nő mondta. Simone de Beauvoir mondta, hogy az ember nem nőnek születik, hanem azzá válik. És ezelő kitalálta a társadalmi nem fogalmát. Tehát azt mondta el, hogy a társadalom mit tesz azért, hogy mi úgy viselkedjünk, hogy minket nőként lássanak, vagy férfiként lássanak. Tehát a mi nemi szerepünk az egy társadalmi konstrukció. És ezzel ő tényleg egy egészen nagy forradalmi változást indított el a közgondolkodásban, ami azóta is tart, és nagyon sokan ezzel vitatkoznak. Ugye van, aki azt mondja, hogy a biológiai nem az olyan mértékig meghatározó, hogy tulajdonképpen a kulturális és történelmi háttér az sokkal kevésbé fontos. Én azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon fontos, és azt látni, hogy egy társadalom mit enged meg egy nőnek, meg egy férfinek, ez egy hallatlanul izgalmas dolog. Mi lesz a politikával? Marad, vagy a hátad mögé kerül előbb-utóbb? Én azt gondolom, hogy valamilyen módon mindig közszereplő maradok, mert fontosnak tartom azt, hogy a véleményemet elmondjam, és hogy valamilyen módon ennek csatornákat és utakat is találjak. Akkor használod, hogy ezt milyen a politikát módon, inkább? Hát használom a politikát, meg használom a médiát. Tehát azt hiszem, hogy inkább azt használom, hogy azokat a lehetőségeket, amiket a média nyújt, és hát az internet ebben fantasztikus. Igen. Tehát nekem van azért rovatom most is újságnál, interneten is rendszeresen írok, honlapom is van. Tehát nagyon sok lehetőség nyílt ki azáltal, hogy van az internet. Tehát az ember már nem szorul rá, hála Istennek, arra, hogy valami jóindulatú férfi szerkesztő megmondja, hogy most beengedi-e nőnapon azt a bizonyos cikket, vagy nem engedi be, hanem fölteszem a blogra, meg a sok egyéb fórumra, a közösségi portálokra. Tehát ez borzasztóan jó. Hát ez a demokrácia. Ezekkel a férfi szerkesztőkkel csak a baj van. A férfi szerkesztők azok még mindig nagyon elmaradottak. Több Beauvoirt kéne olvasni. Műsorvezetőket nem is emlékve. Na most azokon ne is beszéljünk. Melyik jobb vagy hálásabb, a politika vagy az írás? Ez az írás az annyival jobb, hát ezt összesen lehet hasonlítani. Persze. Az írásban az ember szuverén, szabad, azt csinál, amit akar, ott kinyit egy magának, megteremt egy világot, azt kinyitja olyan szélesre, amilyenre akarja, abban nem szól bele senki, utána legfeljebb jönnek a kritikusok és mondanak valamit, de hát Istenem. A politikában ott napi küzdelem van, hát ott állandóan harcolnod kell, ott meg kell küzdened minden nap azért, hogy megmaradj. Hát ez egy gyilkos küzdelem. Hát nem, a politika egy nagyon kemény szakma, nem mintha az írás könnyebb lenne, sőt, hát sokkal intellektuálisabb és sokkal komplexebb. Úgyhogy a politikáról pláne most azért az embereknek általában nincsen jó véleménye, de legyünk túl már ezen a választáson, és aztán egy kicsit alakuljon már valami, mert ez most szerintem egy nagyon nehéz időszak. Hát én nagyon várom a színdarabodat. Én is. Megmondom miért, én mert is. Akkor megint eljössz. Köszönöm szépen. Hogy elmondtad, hogy milyen volt. Egy papírlapot szorongattam a kezemben, ez egy névre szóló jövőkű utalvány, Pécs 2010 LKF küldi neked, de a Kutatás Főváros. Ha lejössz Pécsre, akkor amit te ott rajzolsz, írsz, azt zsolnaiba önték, kiégetik és ki lesz rakva. Fantasztikus, köszönöm szépen. Néhány ajándék még Alexandra kiadó jóvoltából, egy gyönyörű könyv. Néhány hangzóanyag, Papa Dimitri Atina egy CD-je, Ivánnak egy CD és egy könyve, az LKF-ről egy könyv. Valamint egy bokküvé, és
egy Szicsek pálinka, Szicsek úr személyes ajándékra. Ezt mind? Igen, abban az esetben a dedikálod a könyvet. Abszolút, köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm Csókolom szépen. A kezedet. Köszönöm. Köszönöm.